abban, hogy felnőtt emberek estéről estére mások bőrébe bűve mutatják meg önmagukat, méghozzá életre állára, s mindezt más emberek egymás alatt, mellett, fölött üldögélve szenvedélyesen bemülják, önmagukat ismerve felajászó személyekben estéről estére, nős abban van valami gyönyörű képtelenség a színászban, amiképpen maga a soda, hogy e tevékenység nem nagy, de nem is jelentéktelen anyadat még mindig művészetnek lehet nevezni. Én erről a anyadról beszélek, és arról, hogy egyre inkább ezt a képtelenséget tartom a színházművészet legfő ató erejének. Azt, hogy megismételetetlen, hogy atavisztikus, tehát örök. Azt, hogy már nem is lehetne, nem is kéne lennie. Ki az a vietné az egyetlen stúdió minőségű előadást DVD-n, és lejátszatná tűzfalnagyságű képernyőjén, ahányszor csak akarja. Mégis ez a tölög, ez a közös lélegzet ez a közös lélegzet kifötyettetlen. Nő. És leszárad, és újra nő, időről időre megüljül kőszín azon belül és kívül, hiszen szobában, pincében, rakétabázison bárhol lehet művészetet csinálni. És persze veszeköt is, bárhol, belül és kívül. De most ne a veszekről lesik szó, épületeket be lehet zárni, előadásokat szét lehet expolitizálni, de a színázat, mint néző és színész állítatos performance-át nem lehet megszüntetni. Minél kevésbé kéne lennie, annál jobban kell a színász. A személyesség, az egyszerűség minősége, varázs ereje tartja meg, teszi nélkülözhetetlenné a földön. S jó esetben valamivel a föld fölött. Kell a színpadi üzet rebbenése a néző arcán. Kell a pör, a lámpa ő és a verejték finom emberszaga. Kell a jelentő emberi test, melyet más testek megfeszítve figyelnek. Kell, de nem muszáj. A művészet luxus. Ezen belül luxus tehát a színházművészet is. E kijelentésben nincs semmi elitizmus. Ettől nem kell tartani. És úgy gondolom, belátni sem olyan nehéz. Igen, a színház luxus. Mint a nevetés, a sírás, a szappan, vagy a naplemente. Nélküle lehet élni. Csak érdemes-e?